Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntjük Önöket a készülékek mellett. Hangvilla című magazin műsorunk itt a Fehérvár televízióban. És ahogy hétről hétre tesszük, folyamatosan a mai nap folyamán is szeretnénk bemutatni Önöknek egy új hangszert, a jazz zenei stílusában egy új hangszert, és én a magam részéről szeretnék bemutatni Önöknek egy nagyon kedves zenésztársamat, zenészbarátomat, kiváló tanárembert, Esze Tamást. Tamás, szeretettel köszöntelek, szervusz! Szia, én is köszöntelek szeretettel, és köszöntöm a tévénézőket is. Mondjuk ki gyorsan, már az elején tisztázzuk, nem véletlenül lóg a nyakadban a gitár, meg is fog szólalni majd, tehát nem csak színpadi díszlet. Úgyhogy aki most ránéz a képernyőre, láthatja nagy reménység szerint, hogy ma a gitár lesz a fő téma a Hangvilla című műsorunkban. És talán emlékszel rá, egyszer a Vörösmarty Rádióban csináltunk erre vonatkozóan egy nagyon szép műsort, amiről beszélgettünk, vagy amiben beszélgettünk, a gitározás egészen hosszú történetéről, a hangszerekről, sok-sok mindenről, és abban is megállapodtunk, hogy mind a kettőnknek megvolt a Nagy Gitárkönyv című, hát gyakorlatilag kötelező, hiszen én magam is rajongom a gitárokért, és nagyon-nagyon szeretem a gitárt a zenében hallgatni, és úgy önmagában is. Úgyhogy ma azt hiszem, hogy neked nem testidegen a gitár lesz a témánk. Tamás, hogy találkoztál te először a gitárra, mielőtt bármibe belekezdünk? Én gyakorlatilag 6 éves korom óta zongoráztam. Édesapám zongora művész, és az ő nyomdokaiba szerettem volna lépni. De az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bátyám is zongora művész lett aztán, és elgondolkoztam komolyan rajta, hogy most akkor 3 zongoraművész kell egy családba. Hát szerintem nem kellett, úgyhogy a zongora az megmaradt hobbinak, meg egy nagyon jó alaphangszernek, tehát ezt tanulási célból mindenkinek nagyon javaslom, hogy a zongorát azt mindenképpen forszírozza, mert sokkal könnyebb aztán átlátni a zeneelméletet, sokkal könnyebb a harmónia világot felfogni, meg az egész zeneelméleti rendszert. Hogyha a zongorán valaki képbe van, ugye nem véletlenül minden oktatási rendszerben a mellékhangszer az kötelezően a zongora. És édesapám együtt játszott akkor egy nagyon-nagyon komoly gitárművésszel, jazzgitárművésszel, a Tornocki Feri bácsival, és az ő inspirációjára és az ő hatására elkezdtem nála gitározni. Uh-huh. Teljesen kezdő szintről, és aztán ez nagyon-nagyon megtetszett. Egy időben párhuzamosan csináltam a kettőt, a zongorát és a gitárt, és aztán utána maradtam a gitárnál, és akkor a Kőbányai Zeneiskolába megcsináltam az OK és évet, és utána a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán diplomáztam is Babos Gyulánál. Most pedig jelenleg a Gorzió Művészeti Szakgimnáziumban tanítod az ifjú növendékek, hát garmadáját, majd beszélgetünk róla, hogy garmadája van-e a gitárosoknak növendékek tekintetében. Kedves televízió nézők, ahogy azt már remélem megszokták, minden egyes műsorban, minden egyes vendég kapcsán van egy-egy zenei bejátszásunk, sőt, talán több is. Most is egy zenei bejátszás következik, megnézzük a tanári zenekart, a Gorzió Művészeti Iskola tanári zenekarát, utána pedig beszélgetünk tovább. Jó. Tartsanak velünk! Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők, folytatjuk tovább mai Hangvilla című műsorunkat. Esze Tamással beszélgetünk, és az előbb látták, és nagy reménység szerint hallották is, hogy milyen remek ez a tanári zenekar. Minden egyes vendég esetében minden dalt úgy próbáltatok meg összeállítani, hogy kérésemre, illetve a szerkesztő kérésére, hogy legyen benne egy szólisztikus rész az aktuális beszélgető partnerrel. Erre is külön kitérünk majd, hiszen lesz egy olyan fejezet, amikor a gitáros kerül előtérbe. De itt az előző dalban, ahogy mondtam, megcsodáltuk, hogy milyen remek társaság alkotja egyébként az intézmény tanári karát. Mi most a gitárról beszélgetünk, és akkor kezdjük az elejétől a történetet. Minden egyes hangszernél egy kicsit megvizsgáltuk az előéletét, a keletkezését a hangszernek. Talán nem tévedek, hogy Leo Fender nevéhez köthető ez, ugye? Igen, hát tulajdonképpen az elektromos gitár köthető az ő nevéhez, mert ő fejlesztette ki aztán azt az elektromos rendszert, amivel ezt nagy, jó minőségben és nagy hatásfokkal ki lehet erősíteni. De a gitár az egyébként elég ősi hangszer, tehát az ősi zenetörténetben nagyon is jelentős, ugyanis az, hogy húrokat pengetünk és húrokat rezgetünk, ez már nagyon, nagyon korán megjelent az emberi zenei történetben. És ugye a kezdetleges gitárok azok nyilván akusztikus dolgok voltak, tehát kell hozzá egy üreges test, amiben aztán rezeg a húr, és akkor különböző felhangokat megszólaltat ebben az egész rezonáns részben, és akkor az ad neki egy erősítést. Az elektromos részre azért volt aztán szükség, mert később a fúvós hangszerek, a részfúvós hangszerek, meg az ütős hangszerek, ugye hangerőben olyan volument képviseltek, hogy egyszerűen a zenekart nem szólta keresztül az akusztikus gitár, és felmerült erre az igény, hogy lehetne ezt tovább fejleszteni. Ugye a nagybőgő esetében egyértelmű volt aztán később, hogy basszusgitár lesz belőle, ugye elektromos erősítéssel. A gitárnál ugye ugyanez volt a dolog, hogy el kellett kezdeni ezzel foglalkozni, hogy lehet ezt tovább vinni. Ugye a legkezdetlegesebb kierősítési rendszerek, azok ugye ilyen nyomás alapú elektronikus átalakítók voltak, tehát egy ilyen ma piezónak hívják ezeket a hangszedőket, ami ugye itt a húrlábba van beépítve, és akkor magát a nyomást ugye érzékeli, amivel ugye rezeg a húr, és azt alakítja elektromos jellé. Aztán igen, később... Csak azon gondolkodom, bocsás, hogy milyen szép lenne, ha mindent ki tudnánk bontani a gitár kapcsán, de itt említettél egy húrláb című kifejezést, igen, vagy egy húrláb elnevezést. Mutassuk meg, én nem tudom, van-e lehetőség arra, hogy kicsit a kamera megmutassa. Ha elveszed a kezedet, akkor pont, igen, látjuk ennek a gyönyörű hangszernek ezt a gyönyörű aranyozott részt. Úgy fogalmaznék, hogy ott kezdődik a húr. Tehát a húrlábnál indulunk el, ugye? Hát igen, tulajdonképpen a húrnak a hasznos rezgő része kezdődik itt, ugye? Vagyis hát végződik, mert hogy ugye itt a szemöldök fánnál kezdődik, és aztán itt végződik, tehát ez a hosszúság határozza meg nekünk azt a hangmagasságot, amin ez a húr meg fog szólalni, és természetesen ennek azért ez is a kilógó részei is nagyon fontosak, ugyanis ez adja meg azt a feszítést a húrnak, ami ugye a megfelelő hangmagasságot megfelelő intenzitással tudja prezentálni. Na, rezgessük meg egy kicsit a húrokat, mutasd meg, hogy mi is az, amikor azt mondjuk, hogy megrezegnek a húrok. Hát tulajdonképpen ugye minden húrnak, hogyha így üresen megpengetem, annak van egy hangmagassága, amin megszólal. Ez aztán az évtizedek folyamán, vagy az évszázadok folyamán úgy lett véglegesítve, nagyjából egy ilyen standard hangolás, hogy a törzs hangokon nagyon könnyű legyen játszani. Hát ugye a törzs hangsor az kiadja nekünk a C-dur skálát, úgyhogy C-durba ezeket a hangokat nagyon, nagyon egyszerűen ki lehet rajta hozni. Később ugye a jazzgitárosok előszeretettel hangolják végig kvártra a húrokat, ugye itt van benne egy nagy terc a G és a H húr között, mert a kvárt hangolásban ugye az alterációkat sokkal kényelmesebb, ugye a hangmagasság módosításokat, tehát ezeket a modern akkordokat sokkal kényelmesebb nekik kijátszani. Ugye a standard hangolásban bármilyen zenében megtaláljuk a helyünket, és nem feltétlenül kell ahhoz magasan képzett jazzgitáros lenni, hogy meg tudjuk szólaltatni. Testvéreddel pont egy héttel ezelőtt Esze Zsolttal arról
arról beszélgettünk, hogy a billentyű, tehát a zongora, vagy a billentyűs hangszer, az kísérő hangszer, vagy szolisztikus hangszer. Azt hiszem, hogy a gitárán is ugyanaz a kifejezése, és az a gondolatmenet megáll, hogy a gitár is lehet kísérő hangszer is, illetőleg szolisztikus hangszer is. Megnézzük, hogy a esetetben, hogy néz ki, amikor ki van emelve, előtérbe van torva a gitár, ha úgy tetszik, szolisztikus formában. Kedves televízió nézők, Esze Tamás az előzőekben megmutatta, hogy szól a stúdióban, ezt követően pedig megmutatja, hogy szól, amikor szolisztikus jelleggel játszik a gitárján. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Folytatjuk tovább Hangvilla című műsorunkat. Tamás az előbb megmutatta a gitárszóló fogalmát gyakorlatba, tehát kibontottuk ezt a kérdést. Azt viszont nem kaptuk meg a választ arra nézve, vagy nem tudjuk a választ, hogy szolisztikus hangszer a gitár, vagy kísérő hangszer a gitár. Természetesen mindkettő. Onnantól kezdve, hogy ugye elektromos kierősítés van, onnantól kezdve bármilyen hangszint gyakorlatilag elő tudunk belőle varázsolni, a tiszta hangszintől egészen ugye a torzítós hangszínig, és még kiegészíthetjük különböző ilyen térhangzást elősegítő effektekkel, tehát vízhanggal, illetve ugye ilyen reverb jellegű ilyen tér effektel, ami egy kis zengetőt ad a hangnak, hogy ne legyen olyan száraz. Hát kíséretben ugyanúgy lehet használni, például most játszok egy ilyen könnyebb kíséretet. Ez így egy ilyen lágy kísérő hangszer, és akkor ugyanezt a kört akár meg lehet szólod. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű akkordmenet, és akkor tudok rá szólózni is, tudok rá kísérni is, és onnantól kezdve, hogy az ember milyen zenei stílusba szeretné kifejezni önmagát, onnantól kezdve végtelen számú felhasználási lehetősége van, ugye, és ugye, amióta a digitális technika ennyire fejlett, azóta meg még jobban, ugye ezekkel a szimulációs effektekkel még több lehetőség nyílik erre. Én azt hiszem, hogy most sikerült rendbe tenni, hogy mi a különbség a szóló és a kíséret között, a kíséret pedig ugye nem a rendezvúra vonatkozik, hanem zenei kíséretekben gondolkodunk ebben az esetben. Minden egyes művésztársad és minden tanár kollégád beszélgetésében elmondtam, vagy a velük való beszélgetésben, hogy visszatérünk még sok-sok érdekes kérdésre, hiszen egy műsor özönt tervezünk, amiben nyilván a gitár esetében is nagyon sok mindenről fogunk még beszélgetni, de ennek a mostani megszólalásnak és beszélgetésnek a végén kicsit térjünk ki az oktatás kérdésére. Én szerintem említettem ezt a rengeteg tanuló jelentkezik, vagy egyáltalán mennyi tanuló jelentkezik az iskolába. Azt hiszem, hogy a gitározás mindig sláger volt. Hogy áll ez most? Igen, mindig sláger a gitározás. Sajnos a gitározást is utalérte az a mai fiatalok körében egyre népszerűbb szemlélet, hogy nagyon gyorsan akarnak mindent. Aha. Tehát a befektetett energiát nem látják előre mondjuk egy olyan 5-10 éves távlatban. Tehát ez mondjuk én úgy vettem észre, hogy a 30 év alattiakra most abszolút jellemző, pláne ugye a tini korosztályra. Tehát nagyon nehéz megmondani nekik, hogy nagyon gyakoroljál, és akkor majd 5 év múlva tök jól fogsz gitározni, mert azonnal akarják a... Azért mosolygok, bocsáss meg, hogy Zsolt ugyanezeket mondta el az zongorára levetítve. Tehát akkor úgy látom, hogy azért a Gorzium Művészeti Iskola növendékeinél is egy fontos kérdés a gyakorlás kérdése. Nagyon fontos. Hát ugye ez egy világszínvonalú rendszer volt a magyar zeneoktatás.
és nem véletlenül kezdődik ez 6 éves korba. Uh-huh. Tehát 6 éves korba ugye általában elkezdődött egy szolfézs előkészítővel, ami megfelelő zenei alapot nyújtott, hogy a zenei alapfogalmakat tisztázzuk meg, egyáltalán ugye a fület elkezdjük kinyitni ebbe az irányba, és aztán utána hát sajnos ez egy kőkemény technikai megoldás. Ugye ha 6-8 éves kisgyerekek jönnek és kezükbe veszik a gitárt, hát ezek a mozdulatok azért elég természetellenesek. Azért egy ilyen barré akkord lefogása a kisgyerekeknek az egy igazi sportmutatvány, amit lehet, hogy csak 2 év múlva fog tudni megcsinálni, vagy lehet, hogy csak 3. És ehhez türelem kell, és kitartás. És türelem és kitartás kell, és a pedagógus szempontjából pedig egy olyan módszer és egy olyan folyamat, ami fenntartja bennük az érdeklődést úgy, hogy az élvezeti értéke is megmarad. Tehát mindenképpen nekünk azért nehéz a dolgunk, és azért kell nagyon odafigyelnünk erre, hogy gyakorlatilag a zenélés az mindig egy örömszerzés, egy örömforrás, és ennek az élvezeti értékét nem szabad nagyon száraz technikai dolgokkal lecsökkenteni, mert azért mégiscsak azért tanulnak zenét, hogy az ő életük teljes legyen, és hogy ez egy szórakoztató dolog legyen. Ha csak technikai feladatokat adnék nekik, akkor elmenne az élettől is a kedvük, és abba hagynák a gitározást, úgyhogy valahogy ezt fel kell javítani kis dalokkal, kis dallamjátékokkal, mint például én rögtön a második órán már dalokat tanítok nekik, és akkor néha-néha egy-egy skála, egy-két pengetési gyakorlat, és akkor így nagy nehezen elindulhat egy ilyen folyamat. Kedves televízió nézők, az előbb a szórakozás kifejezést használtad, én remélem, hogy önök jól szórakoztak ebben a mai műsorban is. Egy hét múlva jelentkezünk, ezt minden műsor végén elmondom. Egy hét múlva folytatjuk tovább Hangvilla című magazin műsorunkat. A mai beszélgetés nagyon szépen köszönöm Esze Tamásnak, köszönjük, hogy sok mindent megtudhattunk a gitárról, és remélem lesz még alkalmunk találkozni ebben a műsorban. Önöket pedig hívjuk pontosan egy hét múlva. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. A műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.